Ha te nem keresnéd a barátaidat, akkor lehet, hogy soha nem beszélnétek. Szeretettel köszöntelek, Németi Erika vagyok, önismereti tréner. Már megszokhattátok, hogy azért én picit finomabb módszerekkel, nem pedig sok terápiáson szoktam elédelétek tárni azokat a folyamatokat, amikben felfedezhetitek saját érzéseiteket és gondolataitokat. Ez a téma, ez a baráti téma, ez most egy olyan videó lesz, amiben eldől, hogy mennyire vagy te haladó, önismerkedő, és hol tartasz az önismereti munkád során. Ugyanis itt nagyon sok minden leleplezhető, például az, hogy mennyire mersz és tudsz őszinte lenni önmagaddal kapcsolatban. Hogyha ez a videó most rosszul fog érinteni téged, akkor ez egyértelműen mutatja, hogy vagy félreérted a szavaimat, tehát még nem vagy kész arra, hogy az önismeretet befogad, vagy nem vagy kész arra, hogy őszintén szembenéz önmagaddal. Ha viszont érteni fogod a szavaimat, akkor sokkal inkább felszabadultnak fogod érezni magad a videó végére, mert hogy látni fogod a megoldásokat, meg fogod érteni a benned zajló folyamatokat. Szóval az van, hogy lehet, hogy azon keseregsz, és picit neheztelsz a barátaidra, hogy ők kevesebbszer keresnek, mint te őket. És meg vagy róla győződve, legalábbis ebben az adott pillanatodban, hogyha te nem keresnéd őket, akkor bizony a barátságotok nem is létezne, mert ők aztán rád nem nyitnák az ajtót, és föl nem hívnának telefonon. Amikor keresed a megoldást, akkor általában azt a megoldást akarod megtalálni, hogy mit tegyél ilyenkor a barátaiddal. Persze nyilván a te gondolkodásod, a te gondolkodó elméd is eljut arra a pontra, hogy velük nem nagyon lehet mit kezdeni, mert hogy a saját tetteik az a saját gondolataik mentén fognak megszületni. Ezért jobbára csak odáig jutsz el, hogy majd jól megsértődsz rájuk, vagy számon kéred őket, vagy jól beolvasol nekik, hogy miért is nem keresnek ők téged. Ez nem fog tartós, békés megoldást hozni, az biztos. Csak feszültséget fog növelni. És az meg nem jó gondolat, hogyha benned feszültség van, akkor legyen bennük is, hogy megtudják, mit veszítenek. Ennek a bosszúszagú, negatív hozzáállásnak valójában te fogod jobban meginni a levét. Úgyhogy inkább akkor nézzünk rá teljes őszintességgel, hogy mi is történik itt, és mivel a dolog benned feszültség, ezért először nézzük meg azt, hogy benned mi zajlik. Nézzük meg nagyon őszintén, mindenféle ködösítés nélkül. Amikor azon keseregsz, hogy csak te keresed a barátaidat, ők meg nem téged, akkor alapvetően négy dologra is érdemes volna önmagadban figyelmesnek lenni. Az első. Az első az az, hogy te éppen hiányban vagy. Szükségleteid vannak. A te hiányod az, hogy magányosnak érzed magad, figyelem hiányban vagy, szeretnél több figyelmet, érdeklődést, gondoskodást, együttérzést, támogatást kapni a barátaidtól. Szóval itt a te hiányod van most, a szituációnak, a helyzetednek, az érzéseidnek és a gondolataidnak a középpontjában. A második dolog, amit láss meg, hogy úgy kezdesz magadról gondolkodni majd a szituáció kapcsán, hogy biztos azért nem keresnek a barátaid, mert te már nem is vagy elég fontos nekik. Hát ebben a gondolatban alapvetően magadról gondolkodsz leértékelően az ő nevükben. Nem vagy fontos nekik. Nem kell lesz nekik. Nem is érdekled őket. Ezek nem az ő gondolataik. Ezeket te gondolod most, te futtatod ezt le a fejedben, az ő nevükben. Úgy csinál a saját elméd, jól átverve téged, minthogyha ők gondolnák ezt, és te csak elszenvedője vagy az ő világuknak, de valójában ezek a te gondolataid, amit az ő nevükben magadról fogalmazol meg. Mi történik hát? Van egy hiányod, ami benned keletkezett, és csinálsz egy önleértékelést az ő nevükben, megint csak te. Most jön a harmadik dolog, amit vegyél észre. Ez a harmadik, ez az, hogy épp neheztelsz rájuk, haragszol rájuk. De miért is? Azért haragszol rájuk, mert te hiányban vagy, és te leértékeled magadat az ő nevükben. Hát milyen elvárás az, hogy azokból a dolgokból ők mentsenek ki téged, amit te követsz el magad ellen. Azért haragszol és neheztelsz rájuk,
mert adott esetben szeretnél fontosabb lenni az életükben, mint ők maguknak a saját életükbe. Azért neheztelsz és haragszol, mert neked vannak magadról negatív gondolataid és hiányaid. Azért neheztelsz, mert nem azt csinálják, amit te szeretnél vagy jónak gondolnál. Elég fura. Eléggé önző gondolat. Legyünk őszinték, legyünk őszinte önismerkedők, ez egy nagyon önző gondolat. Zárójelbe jegyzem meg, amúgy nincsen baj az önzéssel, csak akkor van baj vele, hogyha ilyen áldozat szerepbe süppedsz miatta. Mert hogy a negyedik dolog, amit vegyél észre magadon, az az, hogy ebben a pillanatban egy nagyon izmos áldozat szerepben vagy, és magadat a szegény én önsajnálatával veszed körbe, jól kipárnázod és dédelgeted is magadat ebben az önsajnálatban. Ilyenkor azonban eltűnik az empátia, ilyenkor nem vagy empatikus. Persze azt gondolhatod, hogy te nagyon sokat segítettél már a barátaidnak, te mindig ott voltál, amikor ők bajban voltak, és az most nem számít. Nem, mert ebben a pillanatban te vagy feszült, te keseregsz, te sajnálod magadat, és miközben ennyire sajnálod magadat, egy csomó hazugságot mondasz magadnak. Például azt, hogy nem vagy fontos nekik, vagy például azt, hogy ők a hibásak azért, mert te most rosszul érzed magad. Az empátia ilyenkor azért hiányzik belőled, mert ebben a pillanatban csak a sebeid nyalogatásával vagy elfoglalva, és nem lépsz hátra egy picit, hogy egy picit tágabb nézőpontból rálás arra, hogy vajon mi lehet az ő valóságuk. Mert hogy sokuk okuk is lehet arra, hogy miért nem keresnek sűrűbben. A legegyszerűbb persze lehet az, mint ok, hogy ők kevesebb találkozást és kevesebb beszélgetést igényelnek, mint te, mert velük kevesebb izgalmas dolog történik. Az is lehet, hogy ők úgy működnek, hogy túl sok a stressz, túl sok a feladat az életükben, és nincsenek most olyan állapotban, hogy jó társaságot jelentenének neked. Egészen egyszerűen nem akarják a te kedvedet is elvenni, lelombozni azzal, hogy egyfolytában csak panaszkodnának. Aztán meg az is lehet, hogy nagyon sok a dolgok, vagy épp rosszabb állapotban és helyzetben vannak, mint te, és ezért nincs idejük, kedvük, hangulatuk beszélni nem csak veled, hanem talán másokkal sem. Lehet, hogy ők is éppen arra várnak, hogy te keresd meg őket, mert nekik annyi energiájuk sincsen itt a nagy figyelemészségben, hogy ők mozdítsák meg a telefont. No, a lényeg, hogy bármelyiken a négy dolog közül, ha tudsz változtatni, már pedig mind a négy a te kezedben van, mert mind a négy a te állapotodat, a te gondolatvilágodat tükrözi, akkor lesz megoldásod is. Az pedig, hogy hogyan változtass ezen a négy tételem, azt elmondjuk neked vagy az önelfogadás kurzuson, vagy pedig a videó folytatásában az exkluzív haladó önismereti csatornánkon. Az önismereti kurzusaink hozzá a www.tündérszív.hu, ékezetek nélkül tündérszív.hu honlapunkon juthatsz el, keresd az eseménynaptárba a kurzusokat, vagy válts egyszerre több kurzusra kurzusbérletet, szeretettel látunk személyes jelenléttel, vagy élő online közvetítéssel, hogy feltehesd közben a kérdéseidet is. Ha pedig a videó folytatását szeretnéd megnézni, akkor csatlakozz az exkluzív haladó önismereti csatornánkhoz itt a YouTube-on. Ezt úgy tudod megtenni, hogyha a videóm alatt legördíted a szöveges tartalmi leíró részt, és ott megkeresed a linket, amin keresztül a YouTube elvezet téged a csatornához. Szeretettel látunk a csatornatag között is több mint 100-150 izgalmas, mélyebb tartalmú önismereti videóval. Vagy szerezd be önismereti termékeinket, könyveinket, meditációs csomagunkat vagy videókurzusainkat a www.szeretve-szeretni honlapunkról, és juss felismerésekre otthon, kényelmesen magadról. Most pedig elköszönök, kívánok sok sikert, jó egészséget, jó sok pénzt, szeretetet, szerelmet, boldog párkapcsolatot és mindent, amit magadnak, magatoknak kívánnátok még.